Sziasztok, srácok! Villám videó, egy villámböngésző videóval készültem most nektek, ugyanis nézelődtem, és ezt uh, úgy döntöttem megosztom veletek. Nem lesz nagy durranás, viszont jó pofa és a jó pofa dolgokat szeretem megosztani veletek. Um, Kickstarteren nézegettem ismét a kártyákat, és uh, megakadt a szemem, uh, szemem egy Collectible Playing Cards uh, kártyám. Uh, ez egy Farmer kártya. Farmer kártya, Ö, ne tévessze meg senkit, nem farmerből van, de a farmer, hát a feelingét akarja átadni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Minden esetre 128 embert már meggyőzött ez a dolog, és az 5000 dolláros célból már több mint 3000 dollárt összegyűjtöttek a srácok rá, és még van majdnem egy hónapjuk rá, 26 napjuk, szóval valószínűleg, 125 millió százalékra mondom, hogy ez a kártya is létre fog jönni, és mivel Collectible Playing Cards még előfordulat az is, hogy nálunk is kapható lesz, de majd meglátjuk. Minden esetre láthatjátok a design, ez a denim, ugye, Hát denim mint farmer playing cards, ez a blue jeansnek, a kék farmernek a, a hát a legendáját hivatott továbbvinni. Itt láthatjátok a dobozt, ugye a kék farmer szolgáltat alapul, és maga a felirat, illetve az oldal design, meg a pikjel, az pedig ez a barna, hát mint a léviszeknél, meg, meg igazából minden farmernél ez a rávarás van benne. A USPCC, tehát az amerikai, tehát a Bicycle gyárt csinálja a Bicycle branded Air Cushion finish megkapta, stb. stb. Így néz ki a hátoldal, ez egy full tilt dolog, természetesen Farmer, tehát Farmer anyag mintázattal egyébként egész jó pofa lett, Ez ilyen tipikusan, képzeljétek el, amikor a farmeres bűvészek így előkapják a zsebükből a Farmer kinézetű kártyát. Mekkora király. E igen, és ö, ellentétben sok kártyával. Hát, ö, nem mondom azt, itt láthatjátok ugye a kép képét, nem mondom azt, hogy ö, ez se lehet zavaró a, a nézőknek, hogy megkülönböztetni ugye a, a különböző kártyákat, de akkor is jó pofa. Legalább a kéket vöröset, itt ugye a kék nem fekete, nagyon okosan nem fekete szint akartak ráerőszakolni erre a kártyára, mert az nem nézett ki volna itt jól, tehát Eltűnt volna ebbe a dizájnban, hanem váltottak világos kékké, és akkor ezzel így sokkal ö, könnyebben megkülönböztethetőek. Egyébként a rajzolatok az tök ugyanaz, tehát ö, ö, ebből a szempontból fantázia, csak annyi volt, hogy akkor ilyen vonalrajzá változtatták a, a figuráslapokat kék-piros, és akkor itt pedig ugye a számozott lapok, ugyanúgy kék-piros. És itt a Bicycle logót meghagyták szépen ilyen, ilyen felvarrónak. És ha jól látom, alatta még a feliratot is egy kicsit olyan, olyan Danny nemesebbre vették, tehát olyan, olyan farmeresebb betűtípust használtak. És a jokerek pedig, hát igen, itt két különböző joker van, egy ilyen vörös, meg, meg az alap. Lehet, hogy jobban örültem volna, ha két ilyen van, két ilyen sima fehér, mert az poén lett volna. Ez uh, írjátok meg kommentbe, hogy nektek mennyire tetszik. Nekem nem tetszik annyira ez a, ez a vöröses Joker. Tehát inkább két ilyet kellett volna. Ja. Vagy akkor, ha már ez vörös, akkor ez lehetett volna a kék. De nem, nem, inkább két ilyen. Ja. És igazából ez, ez ennyi is volt, tehát ez egy ilyen, mondom, gyors videónak szántam, de ezt mindenféleképpen meg akartam nektek mutatni, milyen jó pofa. Tehát farmer. Ö, kártya. Ö, leírásban betolom a linkjét, tehát hogyha esetleg valaki akar akar békörködni, akkor békörködhet. Kickstarteren. Nézzétek azt nézem még, hogy itt a sarokban ez lehetséges, hogy a matrica, tehát a lezáró matrica. Lehet, hogy ilyen lesz a lezáró matricája. Igen, van rá esély, van rá esély. A collective Playing cardsot ot ismerve van rá isé. Tehát ezt mindenféleképpen meg akartam nektek mutatni, srácok, így gyorsban. Ö, írjátok le a véleményeteket kommentben, hogy nektek hogy tetszik. Ö, ha tetszett a videó, akkor természetesen lájkoljátok, és akkor legközelebb majd találkozunk, addig is legyetek jók. Sziasztok!